Hölgyeim és uraim, ez itt a Mága Show, Magyarország exkluzív zenei szórakoztató műsora, a szeretett hegedűsével és sztárvendégeivel. A stúdióban a gyönyörű műsorvezető Kapócs Róka és a házigazda, a világhírű hegedűművész Mága Zoltán. Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket, ez itt ismét a Mága Show. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket itt a stúdióban, és otthon a képernyők előtt műsorvezető társam Kapocs Róka. A házigazda pedig Mága Zoltán. Szórakoztató show műsorunk két hetente minden vasárnap este várja Önöket itt a Duna Televízióban. Ma is különleges műsorral kedveskedünk Önöknek, hiszen itt lesznek a zenei élet csillagai, kiváló színészek, énekesek, zenésztársaim és barátaim. Vegye már is kezdetét a mai show, amelyben közreműködik a Primarius Kamarazenekar, a karmester Farkas Pál. Hölgyeim és uraim, a színpad Mága Zoltáné. Elsőként felcsendő Beethoven patetikus szonátája. Jó szórakozás!
Most színpadra szólítom azt az ifjú hölgyet, akinek az idei évben ragyogott fel a csillaga. Jöjjön most egy tehetségkutató győztes, Tolvaj Renáta és az ő legnagyobb slágere. Jól nézel ki, hogy vagy? Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. És mit csinálsz mostanában? Hát most készült el az első önálló lemezem, amiknek a címe Ékszer. Már van két videoklippem, az egyik a saját dalom, amit most énekeltem, a Hagylak menni. Gratulálok. Jól tudom, hogy Romániában te már több tehetségkutató versenyen is elindultál, sőt volt, amelyiket meg is nyerted? Igen, próbálkoztam egy pár tehetségkutatón, és hát volt, ahol nyertem, és volt, ahol nem nyertem. És miért érezted akkor szükségét, hogy Magyarországon is indulj? Úgy éreztem, hogy meg kell próbáljam Magyarországon is, és
nagyon sokan bíztattak és mondták, hogy próbáljam meg, még ha nem is jutok be, akkor is megéri. Mi nagyon örülünk neki, hogy itt vagy, és további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Most pedig következzen az az énekes, akivel együtt álltál színpadon még nem is olyan régen, és aki az év férfi hangja lett. Jöjjön most Kökény Attila. Valami nem sikerült, szigetünk messze került, sehol nincs ma helyem, ezernyi arc mind idegen. Veled más a világ, senki nem érti talán, hogy miért hajt ez a vágy, pedig ma már más ölelát. Nincs semmi másom a nagy világon, mi minket összetart, majd újra megtalálom. Nincs semmi másom, de még se bánom, még mindig várom én, hogy újra visszatér. Szívemben él ez a hely, ahol még lennie kell. Valami jónak talán, hogy igaz a szó, nincs ami fáj. De kínzott a világ, és megint a szívembe vág, hogy lehet-e még ez a kép, legbelül él, végül enyém. Nincs semmi másom a nagy világon, mi minket összetart, majd újra megtalálom. Nincs semmi másom, de még se bánom, még mindig várom én, hogy újra visszatér. Valami kell, a szavakon túl, a lányom mennem, ami gyúl. Jönnie kell, él a remény, égnie kell, ha ébred a fény. Szökik a perc, arról az út, nem múlhat, nem múlhat, az álom nyomtalanul. Gratulálok! Nagyon rég láttalak. Szeret az egész ország. Nagyon nagy a rajongó táborod. A reflektorfény mennyire változtatta meg az életedet? Hát elsősorban köszönöm szépen, hogy meghívtál a műsorodban. Én úgy érzem, hogy semmiben nem változtatta meg a alapjaimat. Tehát ugyanúgy élem az életemet. Sokkal több barátod lett? Igen, azt mondhatom, hogy több zenész barátom lett. Rengeteg zenész barátom lett. Ugye... És én folyamatosan abban is keresem a barátságokat, összekötöm a kettőt, zenész barátokat keresek. Nagyon sok föllépésed van. Családra mennyi idő jut? Hát kevés, de én úgy érzem, hogy
ezt így kell csinálni, hogy most még egyelőre kevés, aztán majd később több. A régi zenésztársaiddal szoktál azért közösen játszani? Persze, persze. Ugyanúgy vannak fellépéseink együtt, még közösen. Igaz, már nem annyi, mint volt régen, de akad arra is alkalom. Attila, már zenészekről beszélünk, biztos ismered a sztorit. Itt járt Magyarországon a világhírű hegedűművész Yehudi Menuhin, és elment egy étterembe, ahol cigány zenészek is játszottak. Vacsorázott, majd vacsora után fölállt, és kivette a prímás kezéből a hegedűt, és ködösen játszottak egy fantasztikus produkciót a cigány zenekarral. Nagyon nagy sikerük volt, és amikor elment a művész úr, a zenekar kibeszélte, és megszólal a brácsás. Na milyen, mit szóltok hozzá? Mondtak, fantasztikus. Megszólal a nagybőgös. Jó, jó, de asztalnál meghalna. Attila, te azok a zenészek közé tartozol, aki nem halna meg asztalnál, hiszen többször játszottunk már együtt, és mindig fantasztikusan kísértél, mert jól zongorázol is. Most itt van a közönség, próbáljuk ki Attilát. Mit szeretnének hallani Attilától? My Way. My Way? Yeah. Hogy nincs tovább, hát eljött már a búcsú perce. Itt állsz, s én nézek rád, azt mondod csak, na persze, persze. Hát Zolikám, te is annak a hírében állsz, hogy te se fázol meg asztalnál. Akkor kérdezzük meg most a közönséget, hogy vajon... Én nagyon rég játszom ezt a műfajt, de azért kérdezzük meg a közönségtől. Na, valaki. Ó. Az egy gyönyörű, szép dal. Zenekar, Last Story. Menjünk bele egy kicsit más műfajba! Ne szígyatok soha engem! Ne szígyatok soha engem, én a szídás nem érdemlem, nem tudok. Akkor most kitalálok egy jó kis nótát neked. Gondolkozom, nem tudom az életemet. Hol rontottam én el? Oh. Ígérem, legközelebb folytatjuk. Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a stúdiónkban. Szívből gratulálok a sikereidhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm. Don't go.
mosolyog rám, ki bízik bennem, minden percben bárhogyán. Háj, háj, háj! Már rám látom, állapóan átszágot tud meg, hogy szó se ver át, a szerepet át, fél magadhoz, én úgy sem várok rá. Amikor az érzés hív, amikor a hamarosan egy fiatal színészházaspár következik, Szinetár Dóra és Berecki Zoltán. De előbb újra házigazdánk és a Primarius kamarazenekar játszik. Thank you.
Következzen az az énekesnő, aki gyermekkora óta a színpadon él, és aki Mozart című musicalből énekel egy dalt. Ezt a darabot egyébként 2003-ban az év musicaljének választották Szöulban. A színpadon a forog a tánc, Sinéad Dóra! Fényes hajnal lett megint, még megleltem az ágyam én. Dél sem múlt el, még felkelni csocskaság, hisz szörnyen bánt az éles fény. Nagy ég, micsoda egy kupleráj, már nem találok semmit sem. Házi munka sose szűnik, jobb lesz hát, ha megnyugszom, és el sem kezdem. Egy művész férj, az más kíván, azt inspirálnom kell. S ha aztán újra este lesz, majd ismét vár. Miért volna jó, hogyha nélkülem járnák? Csak ropni és égni, és álomban égni. Kicsi pesgő az kell, csajamban papír rózsa lesz. Egy szel! Sose bántam, ha én nekem nagy dicsőség nem terem. Nem csábított rivalda fény. Hisz egy éltanuló ugye gyakorolhat szüntelen, s e rémes kint nem vágytam én. Mama folyton szidott, hogy szegény házban végzem majd, de azt mondtam én, úgy is rendben van. Apa pedig ágált, sírt és emlegette drút jövőt, s én szóltam, a szörnyen messze van. A nővérem, ő meg csak bíztatott, hogy majd sokra viszem, nézzem őt, hogy én is kaphatnék komoly tapsokat, de én sajnáltam rá az időt. Mert volt egy hely, hol forgott a tánc, és az gyűlöltem én, hogyha nélkülem járták. Csak ropni és égni, és álomban élni, kicsi pesgő az kell, csajomban papír rózsaszál. S ha egy nap a férjem, Isten óvja őt, munkalázban csonkig ég, és itt hagy ő engem végül majd, én sajátos módon gyászolom őt. Mert lesz egy hely, hol forog a tár, ugyan miért volna jó, hogyha nélkülem jár. Kicsi peszkő az kell, csajamban papír rózsa lesz egy szál. Ugyan miért volna jó, hogyha nélkülem járnák? Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy pici fiú, aki nagyon szeretett volna popénekes lenni. Aztán nem minden úgy alakult, ahogy tervezte. Ezt az az énekes mondta, aki most önöknek fog énekelni. A színpadon az Operettszínház kiváló művésze, aki popénekes is lett. Berecki Zoltán! Veszett néhány év, de végig kísért egy hang, egy név.
ki voltam még gyermekként, vajon hogy néz most rám? Hogy néz most rám? Semmi sem jól történt, mit álmodtam porként hullott szét. De ha bízni tudsz bennem még, talán átírhatnám. Nem késő tán, s a zongorán újra szól egy dal, hogy hangszerbe zárt szívem én. Tartozunk állatát, hagytam, hogy végleg rám rakják, kilépek az ajtón hát, ez egy roskadó ház, s te a fényben ott vársz, s a zongorán szerve zárt szívem él. Tartozunk még egy álommal, s hangom után talán megfordul a szél, s köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást.
Ez nagyon személyes volt ez a dal. Talán van valami között hozzá? Talán rád írták? Egészen pontosan rám írták. A dalt magát nem, ez egy George Groban szerzemény, de a magyar szövege az igencsak. De én úgy tudom, hogy Dorinak is volt köze, ugye, ehhez annyira, a magyar szöveghez? Annyira képzeld el, hogy ezt a 30 éves szülinapomra kaptam, ezt a dalszöveget. Wow! Ennél szebb ajándékot nem is kaphattál volna. Miért a gyönyörű feleségettől? Hát olyannyira, hogy biztos mindegyik kötök életében volt már olyan, hogy nem minden 100%-os. Nekem éppen ez a 30 éves, talán azért, mert éppen 30 éves voltam. Szóval, hogy ezt a Dóri nagyon jól megérezte, és pontosan tudta, hogy a zenén keresztül, hogy tud nekem segíteni, és ez a szöveg, ez gyakorlatilag nagyon sokat szimpatikus, segített. Nagyon szimpatikus nekem bennetek, hogy amikor a házasságotokról, a párkapcsolatokról beszéltek, akkor nem mindig fenékig tejfel minden, és ez nagyon-nagyon tetszik, hogy segítitek az embereket az, hogy kellene megoldani, hogy lehet megoldani, és hogy lehet túljutni ezeken a próbatételeken. Ti mindig ennyire figyelitek egymás óhaját, kívánságát? Hát minden esetre megtanultuk, ma már igen. Tehát most már több mint 12 éve élünk együtt, tehát azért ez nem volt mindig így, hogy egy párnak össze kell szokni. Nektek sikerült, úgy látom. Abszolút, én is azt érzem. Hölgyeim és uraim, műsorunk hátralévő perceiben vendégünk lesz Bodrogi Gyula és Törőcsik Mari, akik egykor egy párt alkottak. Kifejezetten a maga kedvéért ülök itt. Én kifejezetten. Köszönöm szépen! Itt lesz velünk Színe Tárdóra és Berecki Zoltán. Nyári Károly. Játszik nekünk Galambos Lajos. Vendégünk lesz Lukács Anita és Vadász Zsolt. Valamint Szendi Szilvi és Kerényi Miklós Máté, az Operett Színház művészei. Továbbra is a Mágasó, a Duna Televízió zenés szórakoztató műsora, és már is folytatjuk tovább a második felvonással. Azonnal itt lesz szívemnek két nagy kedves művésze, Törőcsik Mari és Bodrogi Gyula barátom. De előbb, ahogy ígértük, duettet énekel Színe Tárdóra és Berecki Zoltán. Magányos az éjjel, sok árnyék gonosz haláltáncot jár. Bajos a holdfény, s ez a hűvös komorház, hol szellem susog minden öreg falból. Már éjfél múlt, aludni hogy tudnék, túl sok még a kérdés. Miért kell rád várnom, miért kell fájjon, jöjj, szörnyű az én, lelkemhez én, szólj egy fontos szót, mesélj, ölej már rád, vágyom rád, fázom drágám, hagyd a kérdés. Hittem, a kedves lány majd segít, s hogy talán végül elbocsájt a múlt, hogy elfelejtem őt, és akkor újra kezdhetem, de álmomban még ott mosolyog Rebeka, már elvesztem, legyőz egy álomkép, a lelkem érzem elvész, széthullik minden, elnyel az örvény, jöjj, szörnyű az én.
hát éljem én. Jöjj, szeress, csókkal védj. Jöjj, szörnyű az én, lelkemhez én. Szólj egy pontos szót, mesélj. Bodrogi Gyula és Törőcsik Maria nemzet színészei. Jó estét kívánok! Én ott kezdek. Köszönjük, hogy elfogadták a megkívást, foglalja meg. Köszönjük szépen. Hát hogyan is kezdjem? Én őszintén megvalva lámpalázas vagyok. Hiszen tényleg játszottam királyoknak, hercegeknek. De hát meg 10 000 embernek. Hát igen, de hát két nemzet színészével még nem ültem le beszélgetni. Én szívből köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. Nagyon boldog vagyok. Kedves Marika, 87-ben találkoztunk először a világhírű Rajkó zenekarban, akkor még én kisgyermek voltam, 13 éves, amikor bejött, mi csodáltunk önt. És akkor énekelt... Még akkor nem is él. Nagyon fiatal volt, egy, hát körülbelül 18 éves, így van. És akkor énekelt egy gyönyörű szép dal, és mi kísértünk, egy televíziós produkció volt. Hát nagyon szépen énekelt, fantasztikus volt. Azóta nagyon sok idő eltelt, hogy van. Amikor beszéltünk, amikor felhívtam önt, hogy jöjjön a stúdióba, épp römiérre készült. Mit mutattak be most? Mit mutattunk be? Fösvény, Boyer fösvény. Ide figyeljen, 40 év óta nem csináltam ilyet, nem vagyok normális, végig dolgoztam a nyarat, mindig Gyulát abriktorom, hogy Gyula, miért dolgozol nyáron? Hát most én végig dolgoztam, bementem a színházba, azt mondja, mi bajod, mondom, végig dolgoztam a nyarat, és szóval, hogy mondjam, hogy visszabókoljak magának. Nagyon nehezen tudnak engem már rávenni, pláne, hogy most volt a premierem, most jönnek a felújító próbáim, de kifejezetten a maga kedvéért ülök itt. Én kifejezetten. Köszönöm szépen! Kedves Mari, Gyula, tudom, hogy ezt úgy kellene megkérdezzem, hogy a másikójuk nem hallja, de mégis melyikőjük, hogy emlékszik az első pillantás, amikor először meglátták egymást? Hát ez történt, még, még a nagyon régi világban történt, igen, hogy főiskolára jártunk. És valahogy úgy hozta a dolog, hogy meg kellett ismerkedni. Hát kötelező volt megismerkedni ugye a főiskolán, ez a helyzet. És hát én az első pillanatban tudtam, hogy ezt a tündért, úgy neveztük Marit, hogy tündér. Hárman voltunk, akik tündérnek, ne a Csurka Laci, a Kóti Árpi meg én. Mind a hárman szerelmesek voltunk a Marinak. Ez teljesen történelmi tény, és az is történelmi tény, hogy egyszer a Nemzeti Színház felé mentünk, és ott egy fogadást kötöttem, azt hiszem egy forintba fogadtam a Csurka Lacival, hogy én feleségül fogom venni a tündérkét. Azt mondták, hogy nebbe, ugyan már nebbe. De feleségül vetted. Aztán egy a jó fél évre rá, aztán megnyertem a forintot. Aztán és Mari, hogy emlékszik ugyanerre a pillanatra, az első találkozásra? Én az első találkozásra soha nem emlékszem. A legjobb barátaim is csak úgy egyszer csak lettek. Gyura is egyszer csak lett. És maradt, és bár ugyan nagyon jóba vagyunk, fölemésztettünk már egy-két férjet, feleséget, de azért mi megmaradunk
egymásnak, hát nem is tudom, elkísérjük a sírig egymást azért valahogy. Hogy ilyen nagy szerelemben valaha adtál szerenádot Marikának? Hát szerenádot. Nem volt akkor ez divat. Nem volt divat. Hát akkor most itt az alkalom, na, a nagy alkalom. Lett volna nekem egy ilyen mágazoli barátom. Azt mondta, hogy gyere velem Árpádföldre, vagy ilyen Szentmihályra. És ott a kis ház előtt csináljuk, de hát akkor még nem akkor volt. Akkor most egy... megcsináljuk most ebbe a stúdióba. Egy gyönyörű szép számot el fogok játszani kedves Marikának. Talán énekelheted is. Uraim, kérnék egy hegedűt. Hol van a hegedű? Nem tudom, hogy elejtettem. Hát gyermekkoromban azért elejtettem már egy jó pár hegedűt, sőt, amikor édesapámtól megkaptam 3 éves koromban, össze is törtem azonnal. Hasonló, mint a kisfiam, de azért erre már nagyon vigyázok. Mit is játszhatnék egy ilyen fantasztikus hölgynek, kiváló színésztőnek? Fogadja nagy szeretettel. Csak egy kislány van a világban. Na tessék! Gyula, játszhatok? Zenekari hangszerelésbe ezt még nem hallottam. Ez egy premier nekem. Lehet, hogy ti már csináltátok többször. Ide bejöttünk, elfelejtettünk köszönni a zenekarnak. Jó napot kívánok! Kedves Mari, nemrég azt nyilatkoztam, hogy szerencse nélkül ez a pálya katasztrófa, nehéz küzdelem, és hogy elkényeztette a sors. Mik voltak a fontos fordulópontok az életben? Mik voltak a nagy szerencsék? Ide figyeljen, annyi szerencse volt az én életem, hogy estig itt ülhetném. Csak azt szeretném mondani, hogy viszont nem akarom magamtól elvenni azt a, hogy mondjam, hitet, türelmet, azt a küzdelmet, amit azért én mégis megtettem, mert nincs az a sikeres pálya, ahol nem lehet elhullni legalább 10-szer. Volt olyan az életében bármikor is, amikor nagyon komolyan fontolóra vette azt, hogy abba hagyja?
Hát egyszer abba hagytam, átmenetileg hagytam abba. Nyugodtan mondhatom, mert azóta a legjobb barátom, rácsaptam az ajtót Rambéki Gáborékra a Nemzeti Színházba, és a Posgai Imrétől, akinek örökké hálás leszek, kaptam 2 éves fizetéses alkotói szabadságot. Aztán kiderült, hogy én ezt miért tettem, és ma Székely Gábor is, és a Rambéki Gábor is a legjobb. Hát már alig élnek a barátaim, de hál' Istennek még ők vannak. Csak mondjuk a Zsámbékit közelebbről, mert a Székely nem rendezett engem, de a Zsámbékinál dolgoztam 3-szor. De kislány korában apácának készült. Hát nézze, mindenki, aki az Árdába került, és ugye én olyan fiatal vagyok, ugye, hogy már 1945-ben az angol kisasszonyokhoz jártam Egerbe, és az Orsoly az Árdába laktam, és akkor, mivel novemberi születésű vagyok, ki kellett várni az évet, mert elemi vert, úgyhogy az volt, hogy nekem, én csak ott az Árdában laktam, és én voltam a legkisebb, és kaptam a engedélyt, hogy jelölt gallértba járjak, a jelölt gallért térdigért, szóval ennyi, aztán. Gyula bácsi, akár lehettél volna, bocsánat, itt egeződünk, elnézést kérek, akár te lehettél volna vadász is, vagy erdész is, én nagyon jól tudom, voltunk ködösen vadászni. Sok minden lehet. Így van, voltunk ködösen vadászni, és kimentünk hajtani, és nem volt sikeres. Visszamentünk a vadászházba, mi jókat ettünk, beszélgettünk, mulatoztunk, és neked nem volt kedved. És akkor még egyszer szóltál ott a vadászoknak, ismét menjünk ki. Természetesen azután egy nagy bakot lőttél, visszajöttél, és olyan vidám voltál. Mit jelent számodra a vadászat? Hát a vadászat tulajdonképpen az én egyetlen visszatérő sportom, meg a természet, meg a gyerekkorom, meg a fiatalkorom, minden. A vadászat az úgy összeért az életemmel. Tehát én úgy vagyok vele, hogy én soha semmi nem akartam. Matematika, fizika tanár akartam lenni. Abban még volt egy ilyen lehetőség, hogy akarok valamit. Aztán úgy szoktam mondani, hogy nem én választottam ezt a pályát, hanem az a pálya választott engem. Akárhova mentem, mindig azt mondták, hogy te szerepelj, te táncolj, te... és így aztán ide kerültem. Rengeteget dolgoznak, mégis frissek, fiatalosak. Foglalkoznak az időmúlásával? Úgy hát mondjuk én nekem muszáj volt, mivel hogy voltam egyszer klinikai halott, de amikor úgy éreztem 2 nap múlva, hogy én életben maradok, akkor azt a 2 hónapot az intenzív osztályon csodálatos emberek között úgy töltöttem, hogy boldog voltam, mert csak azzal foglalkoztam, hogy életben maradtam. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy hát családom, orvosok, ápolók, mindenkit ugye beleszámítva, rendkívül meglepett engem, hogy mennyien szeretnek. Mert én mindig abban reménykedtem, hogy van a közönségnek egy része, aki engem ölben tart, és a nehéz pillanatokon átsegít. De hogy ilyen ezt szeretete áradjon felém, az hát mi azt mondtuk egymás között, hogy a szeretet hozta őt vissza, mert olyan egyöntetű volt a szeretet. Hát az idő múlásával tulajdonképpen, hála Isten, úgy vagyunk vele, hogy az idő múlásával így foglalkozunk, hogy hű, csak odaérjek. Gyula, nagyon aggódtál a Marika egészségéért. Igen. És kérted a barátokat, hogy imádkozzanak érte. Én is imádkoztam, és meghallgatta az Úr az imánkat, és nagyon örülünk, hogy köszönöm itt van, no, egészséges, boldog. Kedves Marika, fogadja sok szeretettel ezt a csokor virágot. Ja. De még készültünk természetesen. Fogadják, mi van benne? Tehát azt mindjárt kibeszéljük. Van benne egy 74-es tokai bor, és természetesen van benne egy wellness hétvége is, ami Sümegre a Kapitány Hotelba szól. Az menjenek el, csodálatos hely, és érezzék jól magukat. Hölgyeim és uraim, idén nagy megtiszteltetés érte házigazdánkat, hiszen jelölték a Prima Primissima díjra, mégpedig magyar népművészet és közművelődés kategóriában. A következő dal a Vals Christus. Thank you.
sztárok tapsoltak már a most következő zongoraművésznek, akinek fia ugyancsak a zongorát választotta, lányai pedig énekesnők lettek. A színpadon Nyári Károly! Hisz minden perc egy alkalom, hogy elmondjam, hogy úgy szeretlek téged. Te vagy minden gondolat, és nincs is nálad fontosabb. Mondd, mit tegyek, hogy elnyerhesselek. Engem sok mindenre rávehetsz, de ha azt mondod, hogy más szeretsz, én mindörökre elbúcsúzom tőled. Nem lesz könny az arcomon, a vállam kissé megvonom. Ha nem lehet hát, akkor nem lehet. Én voltam boldogabb, ezerszer boldogabb, mert téged én szerettelek. Elmúlt egy álmodás, mégis nem vitás, hogy én voltam boldogabb veled. Ha kell, én rád építem a sorsom és az életem, hisz nélküled egy fabatkát sem érek. Én elfelejtek másokat, a tegnapot, az álmokat, hogy újra kezdjek mindent most veled. De ha azt mondod, hogy más szeretsz, hát vidd, ahol mit elmehetsz, még azt sem mondd, hogy így hozta az élet. Nem lesz könny az arcomon, a vállam kissé megvonom, ha nem lehet, hát akkor nem lehet. Sorsom és az életem, hisz nélküled egy fabatkát sem érek. Én elfelejtek másokat, a tegnapot, az álmokat, hogy újra kezdjek mindent most veled. De ha azt mondod, hogy más szeretsz, hát vidd, ahol mit elmehetsz, még azt sem mondd, hogy így hozta az élet. Nem lesz könny az arcomon, a vállam kissé megvonom, ha nem lehet, hát akkor nem lehet. Következzen az a zenész, aki számtalan műfajban megmutatta már magát, mégis elsősorban mulató zenészként ismerik hozzánk, mint Zeneakadémiát végzett trombita művész érkezik. Annál is nagyobb örömmel hívtam meg, mert régi barátomról van szó. Fogadják szeretettel, Galambos Lajos! Thank you.
szépen, Lajoskám, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a stúdiumba. Boldogan tettem, foglalj helyet. Kedves Lajos, ezt a dalt nem hallottam tőled. Miért pont ezt választottad? Hát ez az a dal, amit minden trombitás szerintem szeretne eljátszani. Én is nagyon sokáig készültem rá, és úgy gondoltam, hogy megvalósítom. A elődeim tiszteletére, nagypapám, édesapám, vagy a nagyok emlékére. A trombitásoknak ez egy himnusz, ez az Il Silenzio, a takarodó. És amikor sorkatona voltam, akkor az Rinyi Katonai Akadémián voltam, és nagyon sokat kellett játszanom szomorú eseményekkor, és nagyon sokáig nem is nyúltam ehhez a dalhoz, de aztán megérett bennem. Nagyapád Galambosi János világhírű trombita művész volt, akiről több zeneiskolát is elneveztek. Mennyire motivált az ő hírneve? Hát szegény nagypapa megfordult volna a sírjában, amikor elkezdtem a mulatos dalaimat énekelni, mert ő neki az de volt... De bocsánat, de szereti az egész ország. De ő azt szerette volna, ha én trombita művész lennék. Hát az vagy, zeneakadémiát végeztél. Az vagyok, igen, de ahhoz, hogy most én újra trombitálhassak, és Magyarország egyik kedvenc trombitása legyek, ahhoz azért nagyon sokszor el kellett játszanom a Kék a szemét, van nekem egy csíkos gatyámat, amit boldogan tettem, és most már mint trombitás is egyre többet hívnak, sőt, nálad is, mint trombitás szerepeltem a újévi koncerten is. Bizony, az újévi koncertemen fellépett mind három gyermeked, és óriási nagy sikert arattatok. Gondolom ez nagy büszkeség volt neked. Hát ez volt az első alkalom, hogy a gyerekekkel szerepeltem. Nagyon nagy kész, az egész karácsony azzal telt, hogy gyakoroltunk, készültünk, és hát a kisfiú akkor 4 hónapja tanult valóban trombitálni. Én egyébként nyáron már egy picit korrepetáltam, és nagyon nagy siker volt, és nagyon nagy visszhangja van azóta is ennek a feldolgozásnak. Pistike fog a nyomdokaiba lépni? Hát én szerintem sokkal tehetségesebb, mint én vagyok, tehát ez nem csak az apai büszkeségem mondja, hanem valóban én ennyi idős koromban nem tudtam így trombitálni. Tehát ő van egy nagyon... Hány éves most? Ő 10 éves, de ha azt nézzük, hogy ő csak most kezdte a trombitát. Tehát én 6 éves korom óta trombitát. Tehát én néhány hónap alatt, néhány év alatt nem tanultam annyit, amennyit ő. Persze minden nap foglalkozunk zenével, minden nap valamit beszélünk zenéről, és ő minden nap gyakorol magától. És mi van a Lalikával és a Bogikával? Lalika ütőhangszeres és ütődalamhangszeres, nagyon szorgalmasan gyakorol. Hát ő előbb kezdte, rutinból játszik, jár velünk fellépni. Bogika viszont úgy néz ki, hogy ez volt az első és az utolsó koncertje, amit nálad adott, mert ő, mint zongorista, nagyon izgul, nagyon sok készülés volt abban a kis darabban, és ő inkább a festészetben fejti ki tehetségét, tehát azt mondta, hogy ő a zenét nem folytatná. Lajos, te egy zeneakadémiát végzett művész vagy, külföldön több klasszikus koncertet adtál. Ha jól tudom, most is nagyon nagy terveid vannak. Igen, de kabalából ne beszéljünk erről. Szeretnék egy olyan típusú trombita hangversenyt, egy ilyen trombita dalok feldolgozását, klasszikus trombita dalok feldolgozását. Pontosabban újra szeretném eljátszani a Haydn-Esdur trombita versenyt, amivel én diplomáztam, és hát az elmúlt 30 évvel nem volt lehetőségem eljátszani, meg talán bátorságom se. Most úgy gyűlik a bátorságom. Tengeren túlra is mész talán? Remélem megyünk. Talán a nézőknek elárulhatjuk, hogy többször voltunk Amerikában. Így együtt igaz. Nagyon jól éreztük magunkat, és amikor legutóbb együtt voltunk majdnem 6 hetet, akkor minden koncerten a Brahms magyar táncok, amit közösen adtunk elő, vastapssal végződött. Állva tapsolt a közönség. Van, nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönjük, hogy eljöttél a stúdiónkba. Jó egészséget a családnak. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, a következő színésznő a Karinthi Színházban Karádi Katalin, most pedig Edith Piafot, a Sanzonok királynőjét varázsolja színpadra. Műsorvezető társam Kapocs Zsóka. Akár jó,
ami volt, minden mindegy nekem. Nem, nem is nem, nem, nem várok semmit sem. Ami volt, borba hult, mint hazug, kinek kell ez a múlt. Mágját gyújtottam én, minden emlék tüzén, ért sok bánat, öröm, ágyú, megköszönöm, régi szerelmekért. Sírni ugyan mit ér, mindent, mindent, ha kell, előről kezdek el. Nem, nem és nem, nem, nem bánok semmit sem, akár jó, akár nem. Ami volt, minden mindegy nekem. Nem, nem és nem, nem, nem várok semmit sem. Múlt vele,
Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel az Operettszínház kiváló művészeit, Lukács Anitát és Vadász Zsoltot. A szülédes vizet, ha-la-la-la-la-la, csurran cseppen végre, ha-la-la-la-la-la, a császár és a pápa, s a cár csak a zsipóba, a kurtizás a dáma, e mézet úgy imádja, no kocincs hát, és végan együtt szolgáld a szülők nagy királyát, a tejhatalmú császár. Így áll, így áll, így áll, a bűnös testű ilyen hát, ilyen hát, ilyen hát, minden cseppje már volt és boldog éten át. A bűnös testű ilyen hát, ilyen hát, ilyen hát, minden cseppje már volt és boldog éten át. A pesvé ma légyünk a császár. De nem mi dörnének, tra-la-la-la-la-la, mit jó, mit ott remélek, tra-la-la-la-la-la. Egy kurnak az a dolga, lesz szomja az ég a szalva, egy orra nem fog hagyni, itt senkit szomjan halni. Na, mocincs hát, és végül együtt szolgál, a szülött nagy királyot, a tőhatalma császár. Így áll, így áll, így áll. A bűves pezsgő ilyen hát, ilyen hát, ilyen hát, minden cseppje már abort és boldog. A bűnös testű ilyen hát, ilyen hát, ilyen hát, minden cseppen már a pusztán. Operettszínház két fiatal művészei most. Szendi Szilvi, aki a társulat egyik legfiatalabb szubrettje, és a már is számos főszerepet játszó Kerényi Miklós Máté. Következzen a Marica grófnőből a Szép város Kolozsvár című produkció. Ez nem vicc, ez mámora, izé az ámor már itt van, áldozatra vár. Becsület szavamra, meg vagyok zavarva, a szívem az ide-oda jár. Mi ennek a kulcsa? Ez mégiscsak furcsa, hogy ilyen gyors tempóban van. De szép is, de hogyan így hittél is, gyanakodok én mégis, ha vannom a szavad. Jaj, a pátrak ajtóstól nekivágnak, győzelemre hágnak, figyeljen hát! Na? Szép város, Kolozsvár! Majd ott lakunk a szamosnál, jöjj hát, miért haboznál, angyalkám, gyere már! Légy sorsom szerencsém, légy a takaros menyecském, a szőke szamosnál, kis fészkünk vár. Ha az édes remészség, ha a havasodon fehérség, ha pénzek, nem gyarlom, és roppant pénzeg öndalon. Csak hallgasson kérem, s meglátja szépen, hogy szívem néheresen dalol. Már én csak azt mondom, álljunk meg e ponton, a többit azt mellőzzük tovább. Mert félek, hogy olyasmit ígérek, amit talán nem kéne, s az nem sok jót jelent. Jaj, kérem, hallgasson meg szépen e kellemes zenében, hogy kincsit bent szép város, Kolozsvár, majd ott lakunk a szamosnál, jöjj hát, légy haboznál, angyalkám, gyere már! Légy sorsom szerencsém, légy ott a karos menyecském, ha szőke szamosnál, kis részünk vár. Az édes reménység, ha a havasodon felénység, ha pénzek. Szöldben jár! Na, húzzon rá!
Na fiúk, húzd rá! Hölgyeim és uraim, köszönjük, hogy ezt az estét is velünk töltötték, és újra minket választottak. Két hét múlva vasárnap este 8-kor újra találkozunk itt a Duna Televízió képernyőjén. Ismét különleges műsorral várjuk majd önöket. Most viszont a Csárdás királynő Jaj, mamám című nagy sikerű fináléjával érkeznek az Operacinász kiváló művészei. Szendi Szilvi, Kerényi Miklós Máté, Lukács Anita és Vadász Zsolt. Közreműködik a Budapest Táncművészeti Stúdió tánckara. Ezzel búcsúzunk, viszont látásra! Jó éjszakát! Ki a legény a csárdában? Magam vagyok, hú! Akire én rákiáltok, azt sem mondja, muk! Bár a népnek bedülök, a Cho